Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőkért, Iszett vagyok, Boszorkány főpapnő és mágus. A mai napon egy olyan témával jöttem önökhöz, és hoztam el önöknek, ami tulajdonképpen sok embert érint, szinte mindenkit a földkerekségen, kortól nemtől függetlenül. Persze kortól, hát ugye mondhatjuk a pici gyerekeket nem, hiszen ők azért nagyon sokáig védve vannak az angyalok és az istenek által, hiszen ahogy már a felnőtt korba lépünk, egyre mélyebben és mélyebben érinti őket is, tehát meghatározza már az iskolás korban tulajdonképpen az energiavámpírkodás. Tehát erről is szeretnék beszélni, és egy picit másképpen, mint ahogy sokan helyen le van írva, tehát sok minden le van írva ugye a mai internet világában, tehát nagyon csodálatos, csak mindig el is mondom, hogy nagyon csodálatos, mert az is benne, idézőjelben a csodálatosságot, hogy ugye ilyenkor nem mindent írnak le, és sajnos tévútra is elvihetik a kedves olvasót, érdeklődőt az iránt, hogy esetlegesen nem jól tájékozódnak. Én megpróbálom úgy megfogalmazni, ami mindenki számára érthető, és sajnos mindenütt ott van, jelen van. Ez pedig ugye az energiavámpírkodás, akár genetikailag, családon belül, akár főnök-barát viszonyban, ami sajnos nagyon-nagyon ártalmas. Ugye tudjuk, hogy a panaszkodó emberek, akik folyamatosan sajnáltatják magukat, a plegykálkodó emberek belemennek egy energiába, és miért is fontos ez, hiszen ezáltal ugye a pszichológia azt mondja, hogy valahol milyen szinten manipulálja az illető szemét. Na most itt nem csak manipulációra történik, hanem már az energia mezejébe belép, ahogy a másik rácsatlakozik és elfogadja, onnétől kezdve ő már védtelen, bármilyen védelmen föl van állítva. Persze természetesen nagyon sokféle védelem van, de ami nagyon fontos, hogy az elmében tudjuk azt, hogy igenis kizárjuk ezt önmagunktól. Amennyiben esetleg valaki még ezt nem tudja az elméjében kizárni, a legeslegatékonyabb, amikor a vallásának megfelelően az őrangyalát kéri meg, de ha már ez sem segít, akkor természetesen föl kell állítani olyan komoly védelmeket, ami révén meg tudja akadályozni, hogy bárki akár távban az ő energiájába belépjen és manipulálja. Részletesebben megpróbálom lépésről lépésre, ha bár nem mindig sikerül, de igyekszem, hogy ugye vannak azok, még egyszer, hogy azok az energiavámpírok, akik panaszkodóak, akik tulajdonképpen siránkoznak, elégedetlenek az életükkel. Van a másik fajta, amikor mindig mindenben akár még önmagát is hibáztatja azokban a dolgokban, amiben nem kéne, hiszen ezzel teret ad annak az energiának, hogy ő egy áldozat, és az áldozat szerepében tulajdonképpen elkezd az energia úgymond foszlani, és engedi, hiszen akarja, hogy foglalkozzanak vele, onnétől kezdve, hogy akarja, hogy foglalkozzanak vele, bárki bármilyen formában be tud hatolni az energiájába. Lehet az pozitív, lehet, hogy negatív. Na most ugye, mivel ugye arról beszélünk a negatív értelemben, a negatív dolgokról, az energiavámpírkodás igenis egy nagyon veszélyes forma. Tehát, hogyha már nagyon súlyos esetről beszélünk, és tudatosan veszi el valaki valakinek az energiáját, az már sajnos fekete mágia, átoknak minősül. Azért mondom, hogy átoknak minősül, mert sok ember jobban érzékeli és jobban értékeli, jobban fölkapja rá figyelmét, ugyan nem az, de annak minősülő energia. Ami még talán ez a formája, még talán annál is rosszabb, mert ugyanis bemegy sejtszinten az az energia, elkezd rombolni, és nem úgy kezdik el, nem úgy hat rá, hogy most gondoljuk el, hogy itt van egy gyertya, nem a gyertyából indítja a koncentrációból el azt az energiát, hogy ő neki valakinek ártson, hanem sejtszinten megy be az ő energiamezébe, tehát tulajdonképpen a testében is úgymond rombol, ezáltal fáradékonyabb, beteges lesz, tehát könnyebben megbetegszik az illető személy, vagy betegségekből nehezebben épül föl, vagy nagyon gyorsan rombolódik az egészsége. Tehát ezért mondtam azt, hogy sejtszinten, hiszen akár a tudatán keresztül mászik be, akár az energiájában, az auráján keresztül, teljesen mindegy, hogy hogyan végzi, attól függ, hogy hogyan ért hozzá, és miféleképpen alkalmazza. Onnétől kezdve, ahogy mondja attól az embertől az energiát, aki
kicsit mentálisan gyengébb, kicsit fizikálisan gyengébb, tehát nincs benne az a fajta ambíció, erő, ami kellene ahhoz. Könnyebben támadhatóak ezek a személyek, akik ugye gyengébbek. Na most ennek kezdve, hogy ő belemegy abba az energiába, elkezd úgymond elvonni, tehát mint amikor kiveszünk valamit fiúkból valamit, elvonja az energiát, ha neki betegsége van az, aki energiavámpírkodik, az tulajdonképpen az ő, hiszen ott az energia így egymásban, mint egy csőbe elkezd úgymond keveredni, akár még betegségeket is átadhat, és akár még betegségeket is okozhat ennek révén, hiszen kevesebb aki támad fél, a kevesebb az energiája, tehát kevesebbet tud energiában hasznosítani a pozitivitásra, a gyógyulásra, így gyengül. Na most ilyen esetben nagyon sokszor alkalmazzák a pszichés manipulációt erre. Ez egy nagyon veszélyes formája. És bármennyire furcsa, nem feltétlenül azt fogja alkalmazni, aki esetlegesen kinézik belőle, akár spirituális személy, akár bárki, hanem bárki, aki egy kicsit is jártas ebben. Sőt, tovább megyek, hogy a régi korban, tehát dédanyáink, ükanyáink ezt nagyon szépen alkalmazták manipulációba, és hogyan lehet embereket magukhoz vonni. Na most... Ugyanezt picit az energiavámpírkodással kiegészít, vagy ha valaki még akár olyan más eszközöket is használ, akkor teljes ember életet ki lehet ezzel, sajnos, bocsánat, hogy így mondom, majdhogy nem, idézőjelben majdhogy nem oltani, és óriási károkat okozni, vagy akár mint egy zombi is úgy fog viselkedni, a másiknak alárendeltje lesz. Tehát ezekre nagyon-nagyon kell figyelni, hogyha valaki azt veszi észre, hogy gyengül, fáradt, hirtelen megváltozik az életminősége, hirtelen akár olyan személyek társaságába kerül, akik őt manipulálják, akár az ők érdekükben, mert ez minden esetben azt teszik, munkahelyen, családban, baráton, akár egy téren, bárhol, arra igenis gondolkodjanak, és kérjék az őrangyal segítségét védelmezésben, sőt megtehetik azt is, mert ő nem fog hazudni az őrangyal, vagy ki a hitének megfelelően, hogy tiszta energiával mutassák meg, hogy valóban jól érzékelik-e, hogy energiavámpírkodott valaki, vagy ki az. Amennyiben már ilyen súlyosabb esetek történnek, hogy betegség, életminőségromlás, bármi, akkor igenis forduljanak szakemberhez, mert fontos az egészségük érdekében, az életük boldogulásának érdekében, tehát nem csak a pénzre értem, hanem közérzetük, hogy jó legyen, amikor lelkükben kiegyensúlyozottak, tehát ezekre mindenképpen fokozatosan kell figyelni. És ami érdekes, nem is olyan egyszerű ezt megoldani, hiszen tehát azt mondja, most azt mondja nekem valaki, hogy ő meg tudja csinálni. Igen, lehet. De vannak olyan súlyos esetek, amikor az energiavámpírkodással igenis fordul, tehát forduljon az a személy, akit támadtak, szakemberhez. Tehát itt nem tudok más tanácsolni, csak is kizárólag ezt. Mert vannak ugye sokkal súlyosabb, amikor már az energia olyan, mintha megtámadták volna, vagy olyan érzet van valaki, mintha valakin folyamatosan ülnének, holott nincs elhunyt lélek, de ezek már a súlyosabb esetek, amikor végtag fájdalmak. Tehát minden ami negatív, ami rossz érzetet kelt, ami előtte ugye nem volt, vagy nem volt olyan súly, akkor igenis ezekre figyelni kell. Amit még megtehetnek saját érdekükben, hogy akár önök is megtapasztalhatják, hogy ön nem-e valaki, önök közül, aki azt hiszi, hogy őt támadják, nem-e energiavámpír, szintén kérjen segítséget, mutassa meg a szellemvilág, a tiszta energiával, az őrangyal, a teremtő, hogy nincs-e önben egy energiavámpírkodás, mert sajnos van olyan, hogy hát én nem akarok az lenni. Így van, sokszor mondják ezt az ügyfeleim. Nagyon sok esetben nem is tudják magukról. Van a tudatos energiavámpírkodás, az a durvább fajta, amit elmondtam, és van az a energiavámpír, aki nem tudatosan végzi, hanem egyszerűen ő élvezi, ha rácsatlakozik emberekre. Sok esetben van olyan, hogy valakinek a környezetében, mondjuk önök is esetleg szeretik, de nem kellemes a társaságában lenni,
az a személy nagy valószínűséggel energiavámpír. Azért mondom, hogy nagy valószínűséggel, mert rábélyegezni, rásütni senkire sem szabad. Nem lehet, azt komolyan meg kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy ő valóban az. Ha a személy energiavámpír, aki nem tudatosan, hanem ugye tudattalanul csinálja, akkor úgy tud védekezni ezzel ellen, hogy minden egyes alkalommal a teremtőtől, az őrangyaltól, ha ő akar valóban védekezni ezzel ellen, kérjen tiszta energiát az egész nap folyamán, már ő nem fogja akkor elvenni másoktól, hanem hiszen ő megkapja azt az energiát, nincs szüksége a másiktól elvenni. Ha viszont ezt valaki nem teszi meg, és tudja magáról, akkor viszont sajnos, azt kell, hogy mondjam, ő tudatos energiavámpír, aki tudatosan akarja ezáltal elvonni mások energiát, ő ezáltal virul, éled, és tudatosan akarja ezáltal még akár energiavámpírkodással manipulálni is a személyeket. Vannak sokszor munkahelyeken akár ilyen személyek, akár családban, szomszédban, bárhol, ezekre kell nagyon erőteljesen figyelni, mert utóbbi időben én azt vettem sajnos észre, hogy egyre több ilyennel találkozni, és hogy ezek sajnos rombolják a párkapcsolatot, az egészséget, az életminőséget, itt akár anyagilag értem bármire. Amikor valaki mondjuk hirtelen változtatja a gondolkodását, még ebben is van egy picike energiavámpírkodás, hiszen ő meg akar a másik személynek felelni, ezáltal, most itt nem arról van szó, hogy egyetért vele, hanem hirtelen, tehát mondjuk beszélget két szomszéd asszony, és akkor panaszkodik az egyik, hogy neki a lába fáj, én ilyenre értem, azért próbálom példával. A másik rögtön rákontrázz, hogy igen, neki is, mert ő meg akar felelni, de azért, mert ott akar a közelébe lenni, hogy minél több energiát elvonjon. Akár tudatosan, akár tudattalanul. Tehát ezek a személyek azok, akik hajlamosak, még akár annak érdekében, hogy energiához, plusz energiához jussanak, elvonni energiákat. És ezt azért is most itt picikét próbálom még az ünnep közeletével is mondani, mert ugye tömegben nagyon sok fajta energia van. Én mindenkinek azt tudnám még pluszban tanácsolni, hogy akár kérjen egy védelmet, ami arra az időre szól, hogy míg vásárol, míg tömegben van. Akár önmagában megkéri, hogy tiszta energiákkal védelmezzék őt. Miért is fontos? Mert könnyebben belemennek az ő energiájába, hiszen egyre közelebb vannak. Ezáltal közelebben ugye sokkal intenzívebben az energiavámpír megtalálja azokat, akik célszemélyek. Még tudatosan is, vagy tudattalanul is. Mert hangsúlyozom, mindig a célszemély az, akinek egy picikét van egészségügyi problémája, könnyebben ugye, tehát az energiája nincs meg a saját természetes védekezése, és ugye könnyebben vagy aki manipulálható, vagy aki túl jó szívű, túl jó lelke, azoknak az embereknél is előfordul, vagy aki nagyon fontoskodó szerepet tölt be a mások életébe, és úgy adja elő. Bocsánat, persze ezek alól is mondom, van kivétel, tehát hangsúlyozom, ez nem lehet mindenki egységesen ráhúzni. De ezekre a személyekre igenis fontos figyelni, mert ezek a személyek igenis vannak, hogy energiavámpirok. Tehát mindig valakit közelében akar tudni. És itt nem szeretnék, tehát senkit megbántani, megint csak arra hívnám fel figyelmet, amikor érintéssel megy be valaki tudatosan a másik energia mezejébe. Nem gondolatiségkor, nem hozzá messzire, ugye, tehát pontosan ez itt az energiákra van szüksége, tehát figyelni kell arra, hogy ha bárkit, bármikor, mondjuk jó barát, bármi, inkább úgy mondanám, hogy az utóbbi időben nem árt az óvatosság és több védelem. Miért is? Mert a negatív erő, a rossz indulat révén, a sok érítség révén annyira felszínre került, hogy ez az energiavámpírkodás, és amikor tudatosan történik, azért szinte minden szavamba kihangsúlyozom, hogy értsék, hogy miről beszélek. Tehát az energiavámpírkodás olyan démoni erő, ami a negatív energiával a tud azonosulni, és felszínre kerül. Tehát egy picikét
teret adott a világ ennek. Míg mondjuk pár évvel ezelőtt csak mondjuk 10 vagy 20 ember volt mondjuk 50-ből az, vagy mit tudom én, körülbelül, most szinte minden második emberrel, vagy minden emberrel rá lehet ezt mondani. De ha tudatosan vigyázunk arra, hogy mi se váljunk azzá, az energiavámpír áldozatává, és önök se váljon senki se azzá, de önök se legyenek, akkor, és kérve a védelmet, akkor sokkal-sokkal boldogabb lesz, és harmonikusabb és kiegyensúlyozottabb lesz akár az ünnepük is, mert nem lesz frusztráció. Tehát ahogy elvonják az energiát, fáradtabb, ezáltal frusztráltabb bárki, hiszen meg kell felelni a dolgoknak, de ez a mindennapi, tulajdonképpen a 365 napra vonatkozik, hogy a mindennapokban meg kell felelnünk, vagy önmagunknak, vagy másoknak, de nem megfelelni akarjunk, hanem tulajdonképpen teljesíteni az életünket boldogan. Akkor kevesebb teret adunk, ha több boldogság van, ezzel már eleve, a szeretet energiával már eleve ki tudják, úgymond távol tudják tartani jobban azt az energiát, ami rombolja az önök életében, vagy bárki életében ezt a energiavámpírkodás által az egészségüket, és sejtszinten mondom ezt, mert ezzel is tulajdonképpen nem olyan régen, tehát volt mindig is ez, csak nem olyan régen tulajdonképpen az utóbbi pár évben ez úgymond felszínre tört, hogy és ezért van ennyi beteg ember is. Tehát nem csak a gyógyszeripar vagy bármi most a kemikáliákra lehet ráfogni, nyilván az is, de sok egyéb olyan dolog, ami révén ezek, hiszen ha valahol nincs elég energia, ott elromlik valami. Gondoljunk csak bele, most pont az jutott éppen eszembe, hogy ha az áram is ugye ingadozik, előbb-utóbb vagy a hűtő, vagy a tév, vagy valami tönkre fog menni. Na most ugyanígy működik a testünk is. Ha valahol folyamatosan energia elvonás van, valakitől elvonják, vagy időszakosan, ugye ott mondta, egy energia ingadozás keletkezik, ezáltal a szervekben, bármelyikben elindulhat egy negatív rezgés, egy betegség, ami már azonnal, tehát nem gondolatról teremtődött meg, hanem már egyből a fizikai szinten a testben. És ugye ha a legrosszabb, ha a test betegszik meg, de nagyon sok esetben az elmét is tudja károsítani ezek az energiák, ezek az energia elvonások. Úgyhogy én tényleg azt szeretném, és tényleg szeretném, hogy az emberek boldogok legyen. Tudom, hogy sokan egy kicsit furcsán néznek, mert én rólam előbb feltételeznék azt, hogy akár ártó szándékot teszek. Nem. Tehát erről szó nincsen. Számtalan olyan eset van, hogy nem is gondolják. Tehát akár az önök szomszédja, akár egy idős nő, vagy akár egy nagyon kedves orvos. Tehát bocsánatot kérek bárkitől is, tehát nem szeretnék személyeskedni, és nem szeretném azt sem kelteni. Tehát ne úgy menjünk az utcán, hogy na most az energia, a vámpír el akarja vonni az energiát hozzám. Tehát így ne, mert akkor már teret adtak neki, hanem tudatosan az, hogy tehát mindenkiben az fogalmazódjon meg, hogy én egészséges vagyok, én energiámban nem tud senki vájkálni, és tulajdonképpen mindenféle energia vámpír távol maradjon tőlem. Ha már ezekkel a szavakkal is kelnek föl nap, mint nap, akkor sokkal, de sokkal kevesebb lesz annak a lehetősége, hogy tudattalanul valaki energia vámpírkodjon. De nyilván, hogy ezekre is vannak óriási védelmek, amikkel meg lehet ezt akadályozni, de akkor már nagyobb-nagyobb szakemberre van. Tehát akkor már tényleg komoly szakemberre van szükségük, és nagyon figyeljék meg, hogy ki az a szakember, mert lehet, hogy pont valaki olyan, én senkit nem szeretem megbántani, pont ezáltal akár az önök energiáját elveszi, és ez nem jó, tenne jót. Tehát mindig figyeljenek arra, hogy kihez mennek, és mit csináltatnak. A másik, lehet, hogy most egy-két személynek velem tetszik, én elnézést kérek tőlük is előre, de gondolják azt végig, hogy mennyire igazat mondok. Arra is kell gondolni, hogy akár családon belül is van ilyen. És az a legveszélyesebb, amikor sajnos szülő gyerektől, gyerek szülőtől, nagyszülőtől, dédszülőtől, tehát ezekre figyeljenek oda. A gyerekek tudják a legjobban még megmutatni, mert ők még ezt is látják, ha valaki elvon energiát. Tehát pici gyerek, amikor valaki nem akar oda menni a másik emberhez, nagyon sír, de mindenkivel barátságos, és itt most
ugye azok vannak előnyben, akiknek pici gyerekeik vannak, akkor ott el kell gondolkodni azon a személyen, hogy esetleg elhunyt lélek van rajta, vagy energiavámpírkodik, mert ezek mind, tehát úgy képzeljék el, mint attól függően, hogy mintha egy iszapos, kátrányos valami lenne, és a gyerek ezt látja, nem pozitívnak látja, nem negatívnak. Tehát ez mondjuk mondom a kisgyerekeseknek ez egy pozitívum, hogy ők erre nagyon, tehát sokkal jobban oda tudnak figyelni. Tehát a gyerekektől, amit mondtam, nem tudják elvonni, mert ők már eleve azzal, hogy sírnak és távol maradnak, és jelzik, akkor már távol. Tehát az a zene, úgymond megijed az a személy, hogyha nem tudatosan csinálja. Ezért sem tudják ők tőlük elvonni, viszont felnőtt emberektől, betegektől hangsúlyozom, igen. Én tényleg csak fölhívnám a figyelmet még egyszer, és ugye az adás idő alatt többször fölhívtam az emberek figyelmét, és szeretném, és nagyon sokszor fölhívom, hogy a védekezés, a megelőzéssel nagyon sokat tehetnek önmagukért. És most is arra szeretném kérni önöket, ha lehet, és ha bárki úgy érzi, hogy hát mit kérje én tőle bárki is, hagyja a figyelmen kívül, amit mondtam, de gondolkodjon el rajta, hogy mennyire igazat mondok, és mennyire valós dolgokról beszélek, és ha egy picit elgondolkodik, és úgy érzi, hogy ő neki az életében ez pozitív változást tud elindítani, akkor érdemes úgymond kipróbálni. De ne próbáljunk dolgokat, hanem tegyük, jobbítsunk az életünkön, és amikor már súlyosabb eset van, akkor érdemes, mondom, megnézetni egy szakemberrel, hogy esetlegesen van-e bármi, mert akár még egy elhunyt lélek is okozhatja, hiszen az is egy energiaelvonás, tehát energiavámpírkodás, csak más formában. De itt az élő személyekről beszéltem, ugye az energiavámpírkodásról, de azok is ugye ugyanúgy. Tehát minden esetben, ha energiaelvonás van, az egészség, az életminőség rombolódik, tehát erre figyeljenek oda. És ez legyen egy olyan irányt mutató, amin érdemes elgondolkodni. Én megköszönöm önöknek megtisztelő figyelmüket, és kívánok mindenkinek jó egészséget. A viszontlátásra!